Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, én Balázs vagyok, és folytatjuk a Stellaris Let's Play sorozatot ott, ahol legutóbb abba hagytuk. Azaz, megyünk és szétűzzük a Prakó fanatikusok arcát. Ezen a ponton igazából szerintem nem nagyon van már mire várni, arra csak, hogy összegyűjjön a flotta, úgyhogy kicsit begyorsítom az eseményeket, és szeretném, hogy a lehető leggyorsabban ez megtörténjen. Még annyi, hogy viszont folyamatosan kéne utánpótolni, úgyhogy ide, ebbe a modulba, vagy erre a citadellára a világ összes shipyardját megépítjük, mert ez fogja köpködni itt majd az egységeket, illetve kell nekem, nincsen még shipyard modul, majd egy Colossal Assembly és egy Titan Assembly Yard is. Elvileg 10 év van hátra, 20 év van hátra a játékból, de gyakorlatilag ez kb. Két rész lesz, maximum 3, mert hogy még a prakkuknak neki megyünk. Nekik mindenképpen szétverik az arcukat, csak hogy érezzék a törődést. Az első flotta meg is érkezett, érkezik a második is, többé-kevésbé. Még azért nincs ott, mert még nem tud ugrani egy 35 napon át, de elér oda. Szépen lassan. Esetleg ti össze tudtok vonódni, mert akkor vihetjük magunkkal a kis barátaidat is. Nagyszerű, 167 ezer, és az ugrás elérhetővé válik. Ó, várjatok, jöttek be olyan hajók, amik nem tudnak... Passzus! Jöttek be olyan hajók, aminek már nincsen jump drive-e, és azokat nem tudom, hogy micsodák. Ah, de jó lenne egy gomba, ami leszedi azokat a hajókat, mert így viszont mehetek körbe. Pedig hogy ki volt ezt találva, gyerekek? Jó, nem, okosan csinálom. Addig felezem őket, amíg nem találok olyat. Nem találom meg, hogy melyik a probléma. Most mind a kettőbe jutott probléma? Nem mondod? Na, ezt már például már át tud ugrani. A Nupra rendszerbe. Szuper. Ki volt még itt? Itt volt ez a 67-es. Ezt is, ha megfelezzük, valószínűleg... Ó, már ez is át tud ugrani. A 67-es. Jó. Nagyon jó. Ti átugrotok, és itt pedig szépen lassan addig felezgetem a hajókat, amíg ki nem derül, ki az, aki nem tud átugrani. Vagy ki jelenti a problémát igazából. Te valószínűleg át tudsz már ugrani, és lehet, hogy azt a hajót meg majd körbe visszük. Főleg, hogyha már nem olyan nagy, vagy azt a flottát. Főleg, hogyha már nem képvisel túl nagy tűzerőt. Megint csak, ti át tudtok ugrani. És itt pedig egyesítjük majd a flottát megint. Én most kiküldtem, hogy ugorjon? Vagy ezek most már nem tudnak. Ah, már csak ez 6400 maradt. Én azt mondom, hogy ez már mehet körbe. Tehát ezért nem ragaszkodom, hogy ott legyen az első vonalban, amikor kiirdetjük a csatát, így is 67 ezer? Hova tűnt a többi? Srácok, hova tűnt a többi? Ez 160 volt, vagy 200 mielőtt átmentünk. Mi a vihar történt itt? Mindegy, engyen pavag rendszerbe. Itt van egy 25 ezres. Ezt nem is tudom, hogy került ide. Ennek is itt körbe kell mennie sajnos. Itt amúgy szerintem készülni kéne nagyon sok partra szállással is, vagy bolygóra szállással, úgyhogy csinálunk némi recruitingot, hogy ütőképes hadseregünk legyen. Mindent egy megaborn fog vezetni, a többit meg rájuk bízom, hogy szeretnék összerakni. Ó, itt 3 megaborn lett véletlenül, whoops! Elfogyott a pénzem. Ó, ez lesz a probléma. Lehet ezért ment le a mérete a seregnek, vagy a flottának. Mit tudok eladni? Hát, consumer goods-ot el tudok adni, csak az nem fog sokáig fenntartani. Hova tűnt az összes létező energiakreditem? Ez nagyon gyanús. Hát nekem ennél kicsit több volt azért. Na, mindegy. Akkor ez van, gondolom. Tehát a 24-es léptékkel nem fogy el ilyen gyorsan. Lehet megnyomtam egy gombot, amit nem kellett volna megnyomnom. A Vegmore rendszerben találtunk egy Watt Praetorian-t. Miért? Ja, és ilyen a jövőben még elképzelhető. Akkor ezek mindig elő fognak jönni. Hát ez egyszerűen fantasztikus hír. És nekem itt kell majd mászkálnom, vagy ezt elintézik? 17, ez ilyen 60 ezres flotta amúgy. Ahogy nézem, tehát... de jó. Na, kit tudok oda küldeni vajon? Titeket?
32 ezer, az kevés. Az igen kevés, készül itt még hajó. Készüljön már ez a 60 ezer, vagy 30 ezer, vagy mennyi, az semmire nem elég. Itt van ez a 30 ezres szintén. Itt van egy 10 ezres. Ezek nem jók. Ezek nem jók, barátom. Márpedig őket le kéne győzni. Nem tudom, mit vannak csinálni, hogyha nem győzzük le, de most ezek is elkezdenek terjeszkedni, vagy csak beálltak oda. Elég nehéz megmondani. Hát akkor csak muszáj leszek egy flottát újra átirányítani, hogy inkább abba az irányba menjen. Te például mit csinálsz itt? 33 ezer, nem hiszem el, hogy csak ekkorák vannak. Meddig tartan oda átérni? Igen sokáig. Akkor gyűjjünk már össze ide, te is gyere ide. Meg vigyük oda a őt, a Juggernautot. Nem, nem is a Juggernautot. Vigyük oda azt a flottát, ami a Mega Shipyardnál készült. Csak egy 5000 év lesz, mire elérünk oda, de mindegy. És akkor ide jössz te is a Yondusra, igaz? Hát mondjuk jó, nem lesz ott azonnal, de nem is nagyon vészes. Szuper, itt pedig gyűlik a flotta. Tehát itt például, ha be akarunk ide menni, 10 000-es flottával nézünk szembe, plusz egy 80 000-es citadellával, ami azért elég durva, ha belegondoltak. A Centurion Rate-t még tovább építettük, és ez még azt jelenti, hogy nem készült el teljesen? Vagy pedig de. Nem, még mindig van egy része, ami még nincs kész. Cool. Jó. Tehát a Scourge az itt maradt, igaz? Vagy ez a Feral Praetorianek, ezek nem támadnak ki, csak majd elfoglalgatnak bizonyos rendszereket. Ami önmagában roppant szórakoztatónak hangzik. Szóval alig várom. Csak ne az én rendszereimet csinálják, meg verjék szét, addig meg tudok bocsájtani. Bioreaktorokat most szerintem lehet építeni. Elég rosszul állunk energiából, viszont jól állunk kajából. Ez egy ilyen tökéletes kombó. Legalábbis, hogyha bioreaktorokat nézzük. Jó, az egyik már megérkezett, a másik... Nem tudom hol van, de előbb-utóbb az is megjön. Itt pedig szépen gyűlnek az embereim. Az a terv, hogy kicsit előre küldjük azokat, akik ilyen sok pici, és ők tudnak majd meghalni. Először. Bosszant, hogy azok ott csak vannak, és nem tudom őket egy ilyen szép nagy flottává egyesíteni. Itt nincsen líder, elég sok lídert fel kell vennünk ez a támadáshoz. Hát itt is lesz rengeteg, akinél nincsen líder, csak a nagy hajóknál legyen. Ez a legfontosabb. Jó. Itt lázadás várható, várj, hol? Ezen a rendszeren még mindig? Deresben várható lázadás? Ó, hát itt ezzel nem igazán sokat foglalkoztam, ezzel a bolygóval, sajnos be kell látnom. Azt akartam, hogy most, hogy béke van, visszaadhatnánk a Juruszt a Havoli Empire-nek. Mondjuk azt mondom neki, hogy offer trade deal, és akkor megkapod a Juruszt. Igaz? És kérek érte szívességet, semmi más nem kell, csak Are you fucking kidding me? Hogy nem akarsz szívességet adni. Az kemény. Jó, kapsz egy kis Dark Matter-t is. Azt... ilyen ennyire keveset ér a Dark Matter? Mindegy, csak vigyed már a rohadt bolygódat, nekem nem kell. Juruszt rendszer. Volt még egy másik, amelyiket így felajánlottad, de szerintem az határmenti lehet. Igen, a Jafon. Hát azért elég cold, hogy csak így azt mondta, hogy neki amúgy nem kell szívességért vissza a saját volt bolygója. Ott is vannak Feral Praetorianok, vagy akármicsodák. Na, mindenki megérkezett, szuper, ti egyesüljetek, és akkor kezdjük már ezeket kikapni innen. Úgy látom, majd itt kell kicsit... Oké, whatever volt az, nem tudom. Szóval kell majd kicsit mászkálni. Úgynevezett... rendfenntartó tevékenységet végezni. Itt vajon mikor érkezik meg mindenki? Itt van, az nagy flották közül van egy 13-as, van egy 85-ös, egy 20-as és egy 46-os, illetve standby-ban van egy 222-es, na végre, és egy 26-os, és itt van még egy 104-es. Nekem ez elégnek tűnik, hogy őszinte legyek. Úgyhogy én rögtön meg is üzenem a hadat, és akkor vess véget a vessünk véget ennek a threatnek.
Szerintem nem lesz probléma. Ha igen, így jártunk. Egyenesen megyek, tehát itt most nem fogok szórakozni, az, hogy ugrálgatok. Megyünk, és aki szemben azt leöljük, és így ennyi a terv. Hogy ezeknek is ezt kéne csinálnia. Szerencsére nagyon jól haladunk. A pretóriai gyilkolásában. A Ferin Raideröknek Sanyi. A Prakku fanatikusok vetettek véget nekik. Ők is szerintem egy ilyen mongol cucc voltak. Vagy valami hasonló. Valószínűleg igen. Elfoglaltuk ezt, viszont a világ nem került át hozzám, mert hogy... itt ezt partra kell szállni. És erre lesznek jók ezek a seregek, amiket most direkt ezért képeztem. Ez egy ezres ütőerejű sereg, az szerintem tökéletes lesz. Inni rendszert is elfoglaljuk. Ő kitámad majd erre, a Tekarus szavantok felé, meg a többi irányba. Igazából ez is olyan háború, hogy nem tudjuk azt mondani, hogy oké, akkor ennyi elég volt, hanem itt az végső győzelemig tart, az utolsó vérig, vagy hogy szokták is mondani. Így szokták mondani? Nem tudom. A pretóriaiakat beküldöm, ő szét tudja, oké, most nem tudja szétkapni. Viszont most már indítom ezt az elég nagy állomást, úgyhogy ott be tudunk védekezni, el is indul egy csata. Ja, közben ilyen őrült nagy sebességgel vagyok. Ja, a pretóriaiaknak ez így ennyi volt. Itt valaki más már elfoglalta, gondolom. Vagy valami ilyesmi történhetett. Nekem mindegy igazából, hogy kifoglal el mit. De csak vessünk véget ennek a szenvedésnek. És elkészül a Sentry Array, ami adott két achievement, hogy Giga Engineering és I Can See Forever. És most már az egész galaxist látjuk. Hogy hol történnek csúnyaságok, meg ki hol járkál, meg hol vannak flották. Igen, itt megjelent egy 105.000-es flotta. Itt egy 109.000-es. Hát ti honnan jöttetek, báránykáim? Ez 11.000, igaz? Ez ennyit tud. Aha. 11.000. Itt egy 106.000-es, viszont ez nem tud átjönni ide, vagy csak ilyen nagyon nagy szenvedések árán. Előtte még esetleg ide eljöhetünk. Nem néztem meg... Ó, meg itt is támadnak. Nem néztem meg azt, hogy ki hova tud ugrani. Viszont én... Hát nem is tudom, mit tudnék csinálni. Nyilván ez nem lesz egyszerű, mert 7-8 felé fognak szaladni. Itt volt egy 25-ös, ami tud ugrani. Ez. Nem tudsz? Akkor ki tud ugrani? Te tudsz ugrani. Akkor miért nem ugrok veled? Mondjuk átugrunk ide. A Junak rendszerbe, és a Junakból át tudunk ugrani erre a hadszintérre. A Prakkuk elkezdtek itt dolgozni. Innen jöttek át, vagy az biztos nem igaz. Oh-oh, ez gond. Minden irányba támadnak, hiszen mindenkivel háborúban vannak. Tehát azért azt is tartsátok észben, hogy most az összes mindenki becsatlakozott ebbe a háborúba. Ez a 25.000-es, hát azt sem tudom, mit lehetne így éjszakra tenni indulni vele. Ezeket a rendszereket elkapni. Jó, ez itt ugrott, igaz? És most vele várnunk kell, amíg újra tud ugrani, és át tud jönni erre a hadszintérre. Jó. Semmi gond, ez teljesen rendben van. Ezzel kicsit menekülünk. Ezek itt összeálltak, és 1K méretű. Tehát, hogyha ide jövök, és partra szállunk... Hol? A Karosz 3 rendszerben. Akkor... Miért nem tudok partra szállni? Érdekes. Lehet, hogy ezt is le kell nullára bombázni? Nem hiszem. Az igen fura lenne. De végül is lehet. Mekkora ez a flotta? 82.000. Gyere már a Karoszra is bombázz le. Nézzük már, mi történik. Csak így kísérletképpen. Te nem akarsz ölni ott, igaz? Te túl békés vagy. Ja, hogy már megölted. Akkor jó, igen, megszereztük azt a területet. És nem sokára ugorhatunk. 55 nap múlva, azért ez még nem annyira nem sokára, de fő az optimizmus. Itt vannak ilyen nagyon nagy flották. 68. Hát mondjuk, ha ezt a 68-est kivesszük,
Másik kettőt lehet egyesíteni, és kaptam két nagy flottát. És te akár el is indulhatsz erre felé. A Korn rendszert nem tudom mennyire védik. 86? Akkor ne. Akkor együtt menjetek, srácok. Mert csak az fájdalom lesz belőle, meg a sírás. Meg a visítás. Itt történik valami? Nem csak chillel. Ja, a denominált bolygót pusztítja. Az annyira nem ideális. Na de majd mindjárt megérkezek én is. Akkor onnan át tudok menni ebbe a rendszerbe is. Kicsit megmenteni a napot. Meg hát gondolom erre is kéne menni, mert most egy ilyen nagy clusterfuck lesz. Erről támadnak ráadásul. A Vissam Remnantök területén átmennek, ami annyira nem tűnik nekem fairnek. De hát, értitek. Ők tudják. Szerezzük vissza ezt a rendszert, meg a Bial rendszert. És úgy látom, hogy valahogy innen kell majd jönni. Ez mekkora flotta? 107. Szuper! Akkor viszont ide rakjuk át a frontvonalat. Erre a részére a galaxisnak. Miközben azért persze itt is támadunk. Csak ez kb. Semmire nem vezet. Főleg mert itt nagyon sok embernek van mindenfajta klémje ezekre a területekre. És hiába foglalom el, ezeket ők fogják megkapni. Akik ott arra járnak. Hát lehet az háború már nem kellett volna. De nem baj, nézzétek. 2450-ig van időnk, addig fogunk játszani, jutunk ameddig jutunk. Itt valaki egy emergency menekülést adott be. Ez nem tudom mire véljem. De jó neki. Jó, kapjuk el most már ezt a flottát. Például. Nem egy nagy flotta, de örülnék, ha rövidre tudnánk zárni az ő támadásait. Meg itt kell visszaverni még a támadást, meg a PR rendszert is vissza kéne szerezni. Szóval eléggé most ilyen szétcsúszósakban vagyunk. Főleg mert mondom 20 felé kéne egyszerre figyelnem. És akkor te végül is te leszel az, aki bombázni fog, úgy döntöttem. Miközben gyártod a hajókat. Ez úgy hangzik, mint valami, amivel így be tudsz állni, vagy mögé be tudsz állni. Meghalt egy generálisom, felteszem. Ki halt meg? Nem egy tudós. Akkor jó, akkor nincs baj. Már azt hittem valami komoly dolog történt. Az hogy kerül oda? Tudom, innen jött a versámrendszerből. De elvileg rálátunk mindenre, erre mégis úgy tűnnek elő az újabb és újabb bolygók, vagy hajók, mintha nem lenne holnap. Jó, lassan ez megnyeri. Ti átjöttök ide. Igaz? De onnan is menekülnek. Ezek állandóan menekülnek. Ennyihez értenek. Újabb hadseregek. Te miért nem mész? De ne állj le, légy szí. De utána majd leáll, amikor átveszi más az adott bolygót. Ez meg nem foglalja el? Ez most tényleg nem foglalja el? Vagy csak így... Mögötte... Mi történik? You have engaged upon our space from last time. Withdraw immediately or we cleanse the stain upon the universe that is worthless to species. A Khan Vissam Remnantök azt mondták, hogy takarodjunk a földjükről, de nem is voltunk a földjükön. Miről beszélsz? Közben meg ott vannak rajta, körülötted a másik ellenség, azokhoz meg nem szól semmit. Hát ez nevetséges. Jó, megvan ez a rendszer is. Te a Karosz rendszert elkezdted már, vagy a Karosz bolygót elkezdted már bombázni, mert ha nem, akkor most kezd el, és kezd el építeni is dolgokat. Köszi. Itt még zajlik a csata, jó. Ez nem veszélyes, ez jobbára általmatlan. Hú, nem egyszerű az élet. Legalább rendbe jött a gazdaságunk, valamilyen csoda folytán. Nem is értem. Ezt visszafoglaltuk, ezt a rendszert? Vissza, de a Tekarus Savantoknak foglaltuk vissza. A Takvan rendszer nincs valamiért visszafoglalva. Ez... Úristen, 159-es flotta. Még szerencsé, hogy jó sokan vagyunk, mert ők is jó sokan vannak. 159, mindenki itt állt össze, remélem. A Denominate bolygó nem lehet most túl jól lakni.
mert folyamatosan azt pusztítják ilyen óriási flottákkal. Jó, ez megvan. Valahogy a Ramaszt megint elvesztettük. Úgyhogy menj át oda. Visszaszerezni. Miről szavazunk? Szavazunk a Minor Economic Sanctions-ről. Nem. Nincs különösebb oka, csak nem tetszik a neve. És elég szépen veszítjük a seregeinket, vagy a flottáinkat amúgy, ha megnézitek. ...40 és 27, na ez a baj. Többek között. Ginam... Te jössz? A Seattle rendszerbe? Mert ott nagyon sokat kell visszafoglalni. Bitha, Amoraveo és a Saldar. Hát nézzétek, hogyha amúgy úgy tűnik, hogy nem lesz vége, akkor... akkor egyszerűen csak megkötjük a fehér békét. Nagy ügy, megpróbáltuk. És ez a lényeg, ez az, ami igazán számít. Most nagyon figyelek, mert ugye ezzel a hajóval tudok ugrani. Tehát, hogyha itt egyszerűen feltűnnek mondjuk a Tianavek rendszerben, akkor egyszerűen átugrok oda. És kész. Megvan oldva a probléma. Itt látom, támadnak rám, de ez nem gond. És itt már nem mehetek tovább. Akkor viszont azt fogjuk csinálni, hogy átugrok a... Takvan rendszerbe? Nem, nem ugrok a Takvan rendszerbe. Átugrok, mondjuk, ide. Mondjuk a Junak rendszerbe. Na, akkor mi van? Hogy tudnék, hol tudnék gyógyulni? A Ramaszon. Akkor először gyógyuljunk. Utána ugrálgatunk. Gyerünk, Sziet. A Saddart vissza kell szerezni, meg ezeket az összes bolygót. Vagy rendszert. Így közben zajlik a bombázás. Zajlik, de baromi lassan. Mindössze 9%-at ért még el. Már amennyiben most bombázunk? Lehet, nem bombázunk. Az a fura. De közben bombázunk, de lehet, hogy csak ezekkel a hajókkal. Azok, aki a magával a Juggernauttal, lehet, hogy nem. Van valami jó kis ambíció. Antri Mineral, mondjuk az jó jöhet. Desperate Measure, ez is legyen. Meg Scientific Revolution. Jó. Nem mint amúgy a Desperate Measure-re például nagyon szükségünk lenne. Állj, hova tűnt innen a flottám? Itt volt egy nagy flottám, az hova tűnt? Most be vagyok szívva, vagy álmodtam, vagy mi történt? Itt volt egy nagy flotta, és egyszer csak azt mondta, hogy beíj. Egy 20-as meg egy 50-es. És nem úgy tűnik, hogy eltűntek, csak itt nincsenek ott. És visszafoglalták azokat a területeket. Hova tűnt az a flotta? Hú, ez baromi gyanús. Jó, ezzel most, akkor most ugrunk. Elég volt. A Bjal rendszerbe. Nem is kéne ugrani, de egy picit így gyorsabb. És még talán ezt a 104-es flottát ott érjük. Hogy ugrottak el azok egy pillanat alatt, semmi felvezetés nélkül? Nagyon sok kérdésem lett, srácok, hirtelen. Menj utána. Kap szét. Jó, ez jó. Ez itt jó helyen van. És végre itt meg tudjuk tisztítani ezt a részét a galaxisnak. Itt mi történik? Itt rengetegen összeálltak, akiket természetesen nem látok át, hogy kicsodák. Lehet ezek között vannak ilyen hajók, amik elmenekültek a csatából, de milyen csata volt ott? Hogy ennyire durván szétvert mindenkit. Nekem ez nem rémlik feltétlenül. Itt Mizu, hogy nem győztük? Itt is megsemmisült egy flottám! Ezt is elveszítettük, ezt a csatát? Hát ez hihetetlen. 25 ezer az kevés. 57, jó, akkor ti gyertek ide. Nem érdekel, hogy? Akkor oda. Csak menjetek oda, és szóljatok, hogyha odaértetek. Csíííí.
Nagyon széteses ez a háború. Nem is tudom megnézni úgy, hogy hol milyen csata történt, mert hogy ezek ilyen nehéz lekövetni. Úgy látom, el akarja foglalni azt. Jó, megint elmenekültek. Kicsúsztak a markaimból. Vagy a markomból. Jó, ezek megvannak. Ezt a kettőt még el kell foglalni, és akkor itt végeztünk. Itt meg támadni kéne. Csak éppen nincs kivel. Esetleg ti. Ha akartok, akkor bejöhettek. Mondjuk, mit tudom én. Amúgy viszonylag szépen támadunk, az tény. Mert a szövetségesek nagyon sokat segítenek. Azért nagyon nehéz ez, hogy mit érdemes figyelni, meg mit nem. Mondjuk ezeknél, hogy támadnak, meg hasonlók. Mert ugye rengeteg hajót küldenek utánpótlásnak. És akkor itt jön egy ilyen hajó, belefut egy flottába, kilövik. De az engem annyira nem izgat. Mert hogy mit tudok vele kezdeni? Semmit. Ó, várjuk meg őt. Várjuk meg őt először. Hadd beszéljem. Na most menjél tovább a másik rendszerbe. És ezt a himát be kéne védeni, igaz? Mert itt aztán nincsen semmifajta védelmünk. És itt úgy jönnek át ilyen ezes fották, amint nem lenne holnap. A biát nem tudjuk bevédeni. Hát az nem is opció. Ezt a kart kell elfoglalni itt, és ha az megvan, akkor jöhetünk erre a részére. És aztán visszaszedni mindent innen, mert itt amúgy rengeteg területet foglalgatnak. 27 a 71-hez egy status quo-t simán elfogadnának. De ezt csak ilyen végső megoldásként fogom alkalmazni, amennyiben szükség van rá. Ne adja Isten, hogy szükség legyen rá, és ez a 120 ezeres flotta meg mi a vihar. Ó, csak úgy tudsz menni? Akkor te csak maradj itt, jó? Szörny, ha látsz valaki csúnyát. Mondjuk, ha megállna itt a Tiandavekben, az működhet. Ezzel pedig tudok ugrani, úgyhogy ezzel át is ugrok, itt már nincs mit tenni. Átugrok mondjuk az Adranelbe. Miért ne? Go big or go home. Alapon ez működhet. Itt van egy ilyen Strategic Coordination Center. Meg a Celestial Throne, szóval gondolom minden indultak eredetileg. Hogyha azt le tudnánk dúrni, az működhet. Jut eszembe itt, hogy állunk? Hát sehogy. 36%, miközben 20 éve tart már itt a csörte. Tegyük fel, hogy minden hajóval itt rálunk a Celestial Throne-nak a lebombázására. 4000-en védik! Azt a rohadt! Hát az mondjuk nem gyenge. Jó, ez itt rendben lesz, itt nem tudnak már átjönni, hát itt át tudnának. Csak a Bithiát, hogyha feljavítom, akkor nem fognak olyan egyszerűen, meg a Szaldárt. Akkor itt nem tudnak egyszerűen átjönni, itt pedig beálltam a flottával. 102 000 tűzerejű hajóval, vagy hajókkal. Úgyhogy az rendben van, te nem akarod őt legölni? Pedig nagyon jó lesz. Csak alig van előnyünk. 86 000 a 110 000 ellen. Erőt eszembe, hogy amúgy, ezt már valószínűleg meg kellett volna csinálnom hamarabb. De van még egy perk, amit nem adtam be, ez pedig a Galactic Contender, ami segít nekünk a Foreign Empire-ök ellen. Extra sebzést ad ellenük. Igen, ez a Föderációs flotta sajnos nagyon megkapja most az arcába a halált. 105 000 maradt, akkor vele is inkább most ráállnék egy ilyenre. Ha gyógyuljon. Vannak bizonyos hajók, amik tudnak gyógyulni amúgy. És vannak olyan admirálisok, akik tudnak gyógyítani hajókat. Itt a prakofanatikok szépen kiépítettek maguknak egy ilyen párhuzamos birodalmat. Hát ha más nem, akkor arra jó, hogy teljesen felrúgja itt a galaxist. A galaxisnek az állását. Hogy ki hol van, meg mit csinál, de... Hát Istenem. Ez egy ilyen biznisz. Minden esetre köszönöm szépen a figyelmet. Ennyi volt ez a mai epizód. Innen folytatjuk. Még... Hát egyrészt mindenképpen lesz, mert egyrészt általában 10 év. És szerintem akkor még egy ilyen záró etapban. Lezavarjuk ezt a maradék időt hátra. Sziasztok!